Na srácok, kezitlábát csókolom mindenkinek, itt is jönnek a csatorna első unboxing videójával. Jött hozzám egy csomag, amit már nagyon régóta várok. És a csomag tartalmával úgymond a csatornának a színvonalát fogjuk növelni. Hát ebből már lehet következtetni, hogy mi van a csomagba, de ez mindjárt kiderül pontosan. Kezdjük is? Nos hát itt van a drága kis csomagunk. Én egyszer már kibontottam. Mivel amikor hozta a futár, akkor azért megnéztem, hogy biztos az van-e benne, amire én számítok, és igen, az van benne. Tökre örültem, két nap alatt meghozta a futár, ez valami brutális, én megszoktam, hogy több hetet kell várnom itt a dolgokra, hogyha futár hozza, ehhez képest két nap alatt ideért. Na, akkor szerintem kezdjük is. Na, ti már láthatjátok itt a tartalmat. Hoppá, hát itt van egy kis matrica készlet. Ebből már ki lehet találni, hogy mégis mit rendeltem. Igen, gyerekek, nem más, mint egy GoPro-t. Úgy éreztem, hogy szükségem van egy magasabb minőségű kamerára, mint ami most van. Most egy Xiaomi Yi nevű kamerát használok, amit én imádok is, viszont úgy érzem, hogy most már fejlődni kell. Méghozzá nem más, mint egy GoPro Hero 4 Silver. Ez tud 4K-t és 2,7K-t. Full HD-t 60 FPS-be, szóval nagyon brutális, és emellett egy érintő kijelző könnyíti meg a beállításokat. Nekem ez volt a fő indok arra, hogy ezt a kamerát választam, meg amúgy is régóta GoPro-t szeretnék, hát most itt volt a lehetőség, kétharmad áron sikerült megszerezni, gondoltam, akkor csapjunk le rá. Nézzétek meg, ilyen kis levegővel feltöltött zacskókat kapunk, ezt is azért, hogy a szállítás közben semmi baja ne legyen a kis kameránknak, mert ez azért megvédi a külső hatásoktól a kamerát. És itt is van a kis dobozunk. Hát igen, GoPro. Nézzétek meg, még alulra is tettek egy ilyet, hogy alulról se legyen semmi baj. Ez nagyon király, ez egy nagyon kedves gesztus. Szóval nagy dobozt akkor félre is tehetjük. Itt van a kis GoPro-nak a doboza. Itt láthatjátok a GoPro-nak a közösségi oldalait, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. És ez innen fog nyílni, ha minden igaz. Ha minden igaz. Igen, igen. És készen álltok? Hoppá, gyerekek, itt is van. Itt is van az, amit rendeltünk, a GoPro Hero 4 Silver. Akkor szerintem bontsuk is ki jobban. Na hát, itt még van egy akkumulátor. Igen, igen. És akkor innen megkivesszük a drága kis kameránkat. Ezzel a kis valamivel, ez is védi, ez egy tök fasz a dolog. Ezzel együtt egy picit félretesszük. Hiszen itt vannak a tartozékok. Nézzük is meg, mit kapunk. Kapunk egy ilyen kis, fogalmam sincs, hogy mit, ezzel biztos valóban rögzíteni lehet a kamerát, erre még nem jöttem rá. Ez is hasonlóan egy ilyen rögzítő, cuccos. Szerintem ezzel talán sisakra lehet rögzíteni, nem vagyok benne biztos. Kapunk egy leírást, erre nem hiszem, hogy lesz szükségünk, de minden info itt van rajta a menüről, illetve a kameráról. Ez is ilyen kis talpazat, itt 3M-es ragasztó van az alján, ilyen kétoldalas minőségi ragasztó, ebből van itt kettő, picit különböznek, hát biztos megvan az oka, hogy miért, én ezt nem tudom, bevallom őszintén. Ez egy sima kis USB kábel, ezzel fogjuk tölteni, illetve szinkronizálni. Ez fogalmam sincs, hogy mi gyerekek, és itt van kettő hátlap. Ez egy olyan hátlap, mivel ugye érintő kijelzővel rendelkezik a kamera, hogy itt lehet ezt nyomkodni úgymond, és akkor érzékeli a kijelző, ez viszont viszonylag vízálló. Jó, hát Balatonban nem ezzel kell bevinni, hanem a normális vízálló hátlapjával, de esős időkre tökéletes ez is. Ez meg egy olyan hátlap, amin át tudunk nyúlkálni, tehát ez úgymond semmi vízállóságot nem biztosít a kamerának, viszont így a legkönnyebb kezelni. És hát ennyi is volt a tartozékok. Na itt van a drágaságunk, ezt innen kioperáljuk. Jó. És itt is van a legvízállóbb hátlappal. Nagyon szép Hero 4, itt található hátul az érintő kijelző, ezt mindjárt be is fogjuk kapcsolni. Nos hát én akkor azt mondom, hogy szedjük is ki ebből a kis műanyag házából. Ezt úgy tudjuk, hogy itt elő lesz, megfogjuk, felemeljük. És itt már szezám tárulj, nyílik is. Ki is vesszük a kis cukiságot. Nézzétek meg, milyen kis pici, ekkora a tenyerem úgy viszonyításkép. Tökre pici kamera, mégis milyen minősége van neki. És itt van a kis házunk, ebbe érdemes használni, mert ez védi meg minden külső hatástól. És megnézzük, hogy kell, így kell, be is helyezzük, becsúsztatjuk, és visszatoljuk. És reméljük, hogy valamennyire föl van töltve ez az akkumulátor. Be is kapcsolom így nektek. Bizony, föl van töltve.
Elvileg ti most már engem láttok, ha minden igaz. Szia! Hogyha esetleg kérdésetek van a kameráról, akkor írjatok nekem kommentbe, megpróbálok segíteni, még én sem ismerem annyira, de azért igyekszem segíteni. És hát remélem, hogy ti is osztoztok az örömömbe, hogy végre fejlődik a csatorna, és meg is van az új kameránk, ami nem más, mint egy GoPro Hero 4 Silver. Nem egy olcsó mulatság, de én úgy érzem, hogy erre már szükségem volt, tettem félre rá pénzt, és így sikerült megvásárolni. Következő videóban találkozunk, én Dazis voltam, csecse!